Végre érkezik az első szezon és az első Battle Pass ide a Call of Duty Modern Warfare-be. Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Sikerült túllépnem az 55-ös szintet, ami egy mérföldkő a szintlépésben. Lesz szó ebben a videóban arról, hogy mi történik ezután, lesz szó arról, hogy mi várható az első szezonban, és hogy mi újság ezen a hétvégén is, úgyhogy vágjunk is bele. Szeretnél további videókat látni, akkor a csengőt is kapcsold be a feliratkozás után és egy lájkkal jelez. Látható, hogy 58-as szintű vagyok, itt a Barak Rank Progressionnél pedig most már az Officer szintek vannak. Itt a szint lépések már nem oldanak fel újdonságokat, új fegyvereket, killstreakeket, perkeket, hanem új kihívásokat lehet feloldani. Jelenleg ez a három kihívás van feloldva. Az 56-os, 7-es és 8-as szint miatt kaptam ezeket a kihívásokat, amiket teljesíthetek, ezért XP-t kapok, illetve egy ilyen jelzést. Minden 10 teljesített kihívás után egy új szezon emblémát oldok fel, és a maximális szint a 155-ös. Teljesítjük mindet, akkor itt az összes emblémát feloldjuk, és ez majd látszani fog, hogy mi aztán beleraktuk az idejét a játékba. Én örülök, hogy túljutottam az 55-ös szinten, mert így most már a játék által adott dolgok fel vannak oldva. Ezek a kihívások XP-t adnak meg olyan kis jelzéseket. Ez a szint vissza fog ugorni az 55-ös szintre az új szezonnál, és akkor újra fel lehet fejlődni a 155-ösig. Arról még nem volt szó, hogy itt ugyanazok a kihívások, vagy mik lesznek. Vannak még más kihívások is, amiket én teljesíthettem. Ezek a kihívások a napi kihívásokat lehetett teljesíteni, egy mindig ad valami lootot, illetve vannak küldetések, amik közül 3-at teljesítettem eddig, így 3 különböző fegyvert oldottam fel. De hát még itt vannak többen is, ezeket aktiválni kell, és akkor azokat a feladatokat teljesíteni, ezek fognak maradni, és lehetséges, hogy ki fog egészülni az új szezonba új küldetésekkel. Miután túlléptünk az 55-ös szinten, itt megjelenik ez a Trials, van egy darab jegyem, és ezzel lehet az én ügyességemet tesztelni, és kaphatok XP-t, hogyha ügyes vagyok a próbán. Ezen a hétvégén dupla XP és dupla fegyver XP is van, úgyhogy még most az első szezon előtt még bele lehet húzni és fejlődni fegyverrel is, meg maga a karakter szinttel is. Ezt a képet kaptuk az első szezonról. A Call of Duty történelmében ez a legnagyobb ingyenes tartalmi frissítés bármelyik részből. Szóval lássuk, mire is bontható ez. Új multiplayer pályák, a Crash, a Vacant és a Shipment, ezek már ismerősök lehetnek. Új Ground War pálya érkezik, a Port, ez úgy tűnik ilyen kikötő lesz. Új 2v2 gunfightos térképek érkeznek, a Cargo, az Atrium és még több is. Új multiplayer játékmódok, a Reinforce, a Gunfight OSP és az Infected. Az Infected-et ismertük, hogy ez jó lesz. Ez a Reinforce, ez nem teljesen tiszta nekem. Valami olyasmit látok ott a képen, hogy három ember egy zászlót akar odarakni. Hát nem tudom, hogy Capture the Flag lenne? De akkor azt annak hívnák, úgyhogy ez valami érdekes lehet. Aztán van itt a Gunfight. Új Spec Ops tartalmak is érkeznek. Bomb Squad, Grounded, Pitch Black, Just Reward és sokkal több is érkezik még. Úgyhogy jönnek most már a Spec Ops küldetések is, gondolom, mert Operation-ökből már van sok, az túl nehéznek gondolják, még úgy is, hogy most volt egy könnyítési frissítés, hát de nem tudom, hogy lesz. De itt érkeznek akkor megint ilyen, most már 3 csillagosan lehet teljesíteni őket. És új fegyverek is érkeznek, a Ram 7 és a Holger 26, 2 új fegyver. Ez egy ingyenes tartalom, és ez mindenki számára december 3-tól lesz elérhető. Ennyit tudtunk meg hivatalosan, viszont vannak szivárgások is, amikről képeket nem tehetek, viszont már a Battle Pass-nek a tartalma már felkerült az internetre. Összesen 104 tier van, de az első 4 az igazából a 0. tier, ami egyből megadódik azoknak, akik megvásárolják ezt a Battle Pass. Arról még nem olvastam, hogy mennyibe kerül, de Codpointba fog kerülni, és lesz egy ingyenes része, meg lesz egy prémium része. Hogyha valaki semmit nem fizet, akkor 23 darab dolgot lehet feloldani. Ez a 23 dologban benne van a 2 fegyver, szóval a fegyvert úgy is fel lehet oldani, hogyha nem fizetünk semmit. Van benne 3 darab olyan tier, amiben Codpointot kapunk, és van még 3 darab tervrajz, ami egy fegyver módosításokat ad. Többi pedig ilyen kisebb dolgok, amik ingyenesek. A fizetett részben lesznek még operator skinek, lesz most már az óra, XP tokent kapunk, player cardot, emblémát, fegyverskin, Call of Duty pontot, charmot, sticker, szóval elég sok mindent. Ezekről már a képek megtalálhatóak, és elég jól néznek ki. Arról nem találtam információt, hogy hogyan lehet a tierben lépni, hogy úgy lesz-e, mint a Black Ops 4-be, hogy csak időt kell eltölteni a játékba, és akkor haladunk előre, vagy pedig kihívások lesznek, és úgy lehet előre haladni. Én bevallom az őszintét, a napi kihívásokat nem mindig teljesítem, mert vannak olyan napi kihívások, amik nem olyan egyszerűen teljesíthetők, és nem akarok rááldozni 4-5 óra hosszát egy calling cardra. Egy sima kártya, ami akkor jelenik meg, ha lelövök valakit, és akkor ott van egy kártya. Bár van egy, azt használom, és kész. Szóval remélem, hogy valami olyan módja lesz a feloldásnak, ami nem lesz frusztráló. Tehát ez még a jövő zenéje, én nyitott vagyok ezekre az új tartalmakra, amikről majd lehet ugyanúgy videókat készítenem, és akkor ezeket bemutathatom.
tartom. Ha érdekelnek titeket, akkor tudjátok, mit kell tenni. Találkozunk legközelebb.